Szili Katalin határon túli autonómia ügyekben közreműködő miniszterelnöki megbízott van itt a stúdióban. Kezét csókolom. Jó estét kívánok, önök és a televízió nézőknek is. Ugye Gyurcsány Ferenc és pártja Demokratikus Koalíció aláírás gyűjtésbe kezdett azért, hogy megvonja a szavazati jogot a határon túli magyaroktól. Ön szerint milyen ízlést szolgál ki Gyurcsány Ferenc? Hát ez egy elég sajátságos, azt kell, hogy mondjuk, hogy részben, hogy konzekvens önmagához, hiszen a 2004-es önmagát sem tagadta meg, de nyilván komolyra fordítva a szót, 2004. december 5-ét követően, azért 2010 után, én azt kell, hogy mondjam, hogy született egy olyan nemzetpolitikai egyetértés, amiben három dologban egyet tudtunk érteni, és aminek nemzetegyesítő ereje volt. Egyrészt ilyen volt az állampolgárság, a másik volt az állampolgársághoz járó vagy tapadó választójog, amiben nyilvánvalóan nem lehetett különbséget tenni. Ami a különbözőség, az csak annyi, hogy a határon túliak listákra szavazhatnak, tehát egyéni jelöltekre nem, de hát azért itt egy zárójeles megjegyzés, hogy végülis az egyéni körzetekben dől el egy választásnak az igazi tétje. A harmadik kérdés pedig az autonómia, a határon túli közösségeink autonómia igénye. Ezt az elmúlt 7 évben senki nem rúgta fel, tehát ez elmúlt 7 évben volt egy nemzetpolitikai konszenzus, amit mindig is hiányoltunk, hogy ebben a nemzetben legyenek olyan ügyeink, 1, 2 vagy 3, amiben van egyetértés. Ez megvolt. Én azt látom, mint ahogy ön is mondta itt a felvezetőben, hogy ugye autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki megbízottként, hogy ennek a konszenzusnak a felrúgása történt meg azzal, hogy a DK aláírás gyűjtésbe kezd, amiben azért van egy különbözőség, hiszen 2004-ben nem egy politikai erő volt, hanem azért akkor az akkori kormányzó pártok együttesen döntöttek úgy, hogy a kettős állampolgárságot nem támogatják. Ennek azért a politikai konzekvenciái meg is voltak az azt követő 6 esztendőben. Ehhez képest történtek azért lépések, ami a nemzetpolitikai egyetértés és az együttműködés irányába hatottak. Na most ehhez képest a DK ma egyedül van a kezdeményezésével, mert az látható, hogy minden politikai erő, amelyik még azon az oldalon áll is, kijelentette, hogy ezzel nem tud egyetérteni. Úgy érzi, hogy a bal oldalon volt egyfajta politikai fejlődés? Így van, ebből most ez egy visszalépés? Ugye ezért a Szocialista Párt volt elnöke, elment bocsánatot, kért 2010. Kicsit után, igen. Igen, mondjuk ennek nyilván most nem a beszélgetésünk témájában lényeges kérdés, de történt egyfajta bocsánatkérés. Ehhez képest most a DK egyedül van ezzel a kezdeményezésével, aminek azért érzékelhető a felhajtó ereje határon kívül is, hiszen... Nyilván konzultálta a határon túl. Persze, mert sokan hívtak is határon túlról is, de azt kell, hogy mondjam, hogy a hazai politikai életből is, hiszen annak idején 2004-ben nem csak egyedül voltam amellett, hogy ne történjen meg a nem mellett történő kampányolás, hiszen a Szocialista Pártnak volt egy társadalompolitikai tagozata, aki ugyanazon a véleményen volt, mint én. Jobban mondva, én voltam együtt velük ugyanazon a véleményen, hiszen mi azt mondtuk, hogy ha a politika addig nem döntött ebben a kérdésben, akkor nem szabad a nembe beleállni, hanem igenis, társadalom lelkiismeretére kell bízni azt, hogy ki hogy szavaz. Ugye az érdekes, hogy a baloldali gondolatnak pont az lenne a lényeg, hogy terjesszük ki a jogokat. Gyurcsány Ferenc pedig most tehát úgy tűnik, mint hogyha 180 fos... Egy jogszűkítést tenne. Erről azt hiszem, hogy többen arról az oldalról is cikkeztek, hogy tulajdonképpen egy demokrata, aki a jogszűkítés irányába lép el, ami egy elég sajátságos dolog, hiszen ha azokat az érveket vesszük figyelembe, amiket hangoztatnak, hogy ne szóljon bele az a hazai közéletbe, aki és ne szavazzon, aki nem itt adózik, stb. Mondjuk egy londoni, aki Londonban él, és ott adózik, ehhez képest... 10 éve van itt, nem járt itthon. Így van itt lakása, akkor ő, vele akkor mi történjen? Most én azt gondolom, hogy egyrészt nem lehet az állampolgárság és állampolgárság között különbözőséget tenni, ahhoz jár egy a voksolásnak a lehetősége is,
És hát azért még egy következmény ennek nyilvánvaló van, ami a választásokra történő kooperációt jelenti, vagy az együttműködéseket, mert ezeket követően mindenki, aki az ezt kezdeményező politikai erővel összefog, annak vállalnia kell a nemzeti etlenségnek a vágyát, hiszen hát akkor, ha összefog egy olyan politikai erővel, amelyik megvonná a jogokat, tehát egy jogszűkítést hajtana végre, akkor azt gondolom, hogy ezt vállalni kell annak is, aki velük ezek után összefog. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencet nem olyan nagyon zavarja, hogyha valaki nemzetietlennek nevezi őt, ő egy profi politikus, viszont lehet, hogy pont ez volt a célja, nem? Hogy bebiztosítsa azt, gondolom, és senki ne hogy akarjon. Nyilván ebben van politikai számítás, ami arról szól, hogy összefogni mindazokat, akik a határon túli szavazati jogot megvonnák, csak hát azért kell mindenütt elmondani azt, hogy ebben az elmúlt 7 évben volt politikai egyetértés, volt egy nemzeti konszenzus, a másik pedig az, hogy ezzel a lépéssel egy jogszűkítést hajtanának végre, a harmadik pedig az, hogy azok az érvek, amiket felsorakoztatnak, hogy ne szóljon bele az, aki, és akkor most nem mondom újra végig, nyilvánvaló ez más esetekben is ugyanúgy felhozható, hogy akkor aki viszont nem úgymond őshonos kisebbség a szomszédos, vagy őshonos közösség a trianoni döntést követően a szomszéd országokban magyarként, hanem mondjuk éppen Londonban vagy Németországban él, akkor ő vele mi történjen. A Publikus intézetnek, amelyeket inkább baloldali intézet, készített egy augusztusban egy kutatást, és azt mondja, hogy a határon túli magyarok kettős választójogának a megvonását a belföldi választók 57%-a tulajdonképpen támogatná. Ön, én nem akarom ezt az adatot minősíteni. Ön szerint mekkora felhajtó ereje van Gyurcsány Ferencnek kezdeményezésének? Én azt hiszem, hogy önmagában azért itthon, vagy inkább megfordítom, határon kívül is él majdnem mindenkinek valamilyen rokona. És azért ennek egy hatását azért szeretném elmondani, éppen mielőtt jöttem a Vajdasági Magyarok Szövetségének az elnök urával beszéltem, ahol most elindult egy regisztrációs, elég erőteljes folyamat határon túl, ahol nagyon dicséretesen valamennyi a párthoz tartozó top politikus és mindenki, aki ott a pártnál dolgozik, igenis járja a vidéket és a településeket, és a regisztráció megtörténik. Tehát én azt hiszem, hogy ennek van egy ilyen hatása. Ugyanakkor én nem vagyok benne biztos, hogy azok után, ha azokat a felvilágosításokat megtesszük, hogy sántít az az érvelés, amit egyébként ebben a DK mond, hogy mindenki ugyanezt az elvet fogja vallani, hiszen az egy nagyon demagóg közelítés lenne, hogyha csak azt mondanánk, hogy hát aki határon kívül él, az ne szavazzon. Egyébként hozzáteszem, európai joggyakorlat, azért föl lehet sorolni jó néhány országot, ahol különböző megoldások vannak, de mindenkit bevonnak a szavazások során a nemzeti döntésekbe. Egyébként meg hozzáteszem, hogy egyesek szerint fél, mások szerint legfeljebb két szavazat, vagy igen, két, igen, bocsánat, kettő, két hely az, amit jelent. Ezt sajnálják a határon túliak. Szerkesztő úr, még egy érvet azért hadd mondjak. Akinek tiszta lenne a lelkiismerete az elmúlt 7-10-15 év nemzetpolitikáját tekintve, és ugyanúgy tudna odaállni a startvonalhoz a nemzetpolitikai kérdésekben, mint ahogy akár most a mostani kormányzópártok, vagy az összes többi párt, akkor az nem tenné kockára ezt a nemzeti konszenzust, és kicsit emelkedettebben viselkedne a nemzetei iránt, és nem a pártpolitikai szavazatszerző szempontok lennének az elsődlegesek. Ön ismeri a baloldal viszonyát, Gyurcsány Ferenc teljesen egyértelműen arra tör, hogy ő legyen a baloldal vezető szerepen. Nem kell attól tartani, hogy átragad majd más kisebb pártokra is Gyurcsány Ferencnek ez a kezdeményezése? Én azt hiszem, hogy ebben bölcsebbek, nem csak a választók, mert én a választókat és határon innen is túl sokkal bölcsebbnek tartom, mint hogy csak és kizárólag egy ilyen kérdésköré vonják meg a saját politikai álláspontjukat. Szerintem ma inkább egy fontosabb kérdés a biztonság kérdése, és nyilvánvaló, hogy az lesz az alapvető szempont a választásoknál, hogy
ki az, aki a kiszolgáltatottságomat, a kitettségemet csökkenti, minimalizálja, ki az, aki számomra és a családom számára a biztonságot biztosítja. Szerintem ezek sokkal inkább és nyomosabb érvek, mint önmagában az, hogy most egy egyébként közös politikai és nemzetpolitikai megállapodást felrúgjunk. Nyilván ezek a kérdések a héten is sorra fognak kerülni, hiszen máért értekezlet lesz ugyanak a diaszpora tanács is összeül. Egy milliómodik új magyar állampolgár. Én nem hiszem, hogy bármelyik politikai erő fölvállalná ezt a fajta megosztást, vagy ugyanezt a gyűlölet szítását tenni, főleg azok után, hogy helyére kerültek ezek a kérdések. És hát, hogyha megnézzük azt a 2010-es parlamenti szavazást, ahol az állampolgárságról döntöttünk, és az azt követő lépések is megtörténtek, akkor én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél, hiszen ha emlékeim nem csalnak, akkor még magam is a parlamentbe ültem, 3 nem szavazat volt összesen. Tehát ez nyilván azt is jelenti, hogy ebben van egy konszenzus, hiba lenne visszalépni, ugyanúgy, ahogy 2004. december 5-e is a nemzetpolitikai kooperációt elég rendesen visszavetette. Hát lennének bőven célok, amire lehet használni. Harcolni például a Felvidéki, hogy a kárpátaljai magyarok kettős állampolgársága, ami még mindig rendezett. Így van, vagy akár az autonómia kérdése, ami szerintem egy sokkal fontosabb kérdés manapság. Szili Katalin volt a vendégem, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget.